Megtartotta idei utolsó ülését a Kárpátaljai megyei tanács. Mivel már közelednek a karácsonyi ünnepek, ezért az ülés kezdete előtt a cserkészek átadták a megye előjáróinak a betlehemi lángot. Хай народження Ісуса Христа запалить в серцях кожного християнина віру, надію і любов. Ezt követően a megye 2023-as költségvetése került terítékre, melyben összesen 2,3 milliárd hrivnyával számolnak a honatyák. Az idei évhez képest ez egyharmados növekedést jelent, mert megnövekedett az adóbevétel, többek között a katonák magas bérének és az áttelepült vállalkozások munkájának köszönhetően. A megyei költségvetés úgy lett kialakítva, hogy az előző évhez képest 30%-os növekedéssel számoltunk. Mind az 51 programunkat túl teljesítettük, közel 300 millió hrivnyával. A megye fenntartása alatt álló intézményeket is el tudjuk látni. Megtöltöttük a tartalékalapot is, amely ezáltal a 8-szorosára nőtt. A képviselőtestület komoly figyelmet szentelt a megyét is érintő energetikai problémáknak. A megyei áramszolgáltató vállalat igazgatója újfent elmondta, hogy a gyakori áramszüneteket a megyénkre kiosztott alacsony kvóta okozza. A képviselők azt kérték az illetékesektől, hogy tartsák be a nyilvánosságra hozott lekapcsolási ütemtervet, a változásokról pedig időben is érthetően tájékoztassák a lakosságot. Vegyék fel a kritikus fontosságú létesítmények közé az oktatási intézményeket is. Legalább azokat a legnagyobbakat, ahol kollégiumok is vannak, hiszen amennyiben a gyerekek kollégiumban laknak, ahol 12 órákat nincs áram se fűtés, akkor így nagyon nehéz dolgozni. Mint ahogy az már mindenki előtt ismeretes, meghatározott folyamatok zajlanak most az energetikában. A termelés és a valós fogyasztás között egyensúlyozunk. Kárpátalja kormányzója ismét arra hívta fel a megyében működő vállalkozások, illetve a lakosság figyelmét, hogy törekedjenek a takarékos áramhasználatra. A takarékosság egyike azoknak az eszközöknek, amelyek segítségével meg lehet felelni a meghatározott kvótának, melynek révén akár teljesen el lehet kerülni az áram kikapcsolását, viszont ezt nem mindenki akarja megérteni. A reklámtáblákról szólva, most Ungváról beszélek. Megkértünk egy vállalkozót, hogy kapcsolja le a kivilágítást, mire ő azt válaszolta, hogy nem fogja, mert neki jogában áll a kivilágítást használni. Mit tud ilyenkor tenni a hatóság? Nem tudunk semmiféle intézkedést végrehajtani, felelősségre vonni vagy megbírságolni. Ez csak belső meggyőződéssel lehet eldönteni, hogy mennyire vagyunk készek önmagunkon segíteni. Az ülésen a képviselők a Padijun, az Ungvári Gyermek és Ifjúsági Palota bázisán megalakítottak egy új kommunális intézményt, ahol megyei szintű iskolai foglalkozásokon kívüli képzéseket fognak tartani. Létrehoztunk egy új intézményt, amelybe a tanév végéig bevonunk minden hasonló intézményt. Nem fogunk felszámolni egyetlen képzés sem, és senkit sem akarunk elbocsájtani. Szintén a tanév végéig megformáljuk az iskolán kívüli foglalkozásokat a kistérségekben, és ezzel folytatjuk a reformot. A legfontosabb pedig, hogy bővíteni fogjuk a foglalkozások számát, bevonjuk az IT-szférát, a hazafias nevelést, vagyis olyasmit, ami a kor követelménye és fontos. Ilyen és ehhez hasonló foglalkozásokat fogunk szervezni az iskolán kívüli képzések keretében, és nem csak megyei szinten. Végül a képviselők megszavazták azt, hogy az égermezői víztározó területén egy helyi jelentőségű, védett területet hoznak létre. A Kárpátaljai tenger területe 90 hektár lesz. Ezáltal a területet megóvják attól, hogy üdülőhely létesüljön, amelyre pedig fél évvel korábban engedélyt adtak. Az engedélyt most visszavonták, erre a jelenlévő 54 képviselő közül 52-en adták le a voksukat.